Koronavírus elleni oltóanyagot ad el több országnak is Románia, még mielőtt lejárna a készítmények szavatossági ideje, jelentette be Forint Kőcu miniszterelnök. Eddig Dánia vásárolta a legnagyobb mennyiséget. Több országgal kötött szerződést Románia annak az oltóanyag mennyiségnek az értékesítése céljából, amelyet előre láthatólag nem tudnak felhasználni az érvényességi határidő lejárta előtt. Bizonyos államoknak adományoznak a koronavírus elleni vakcinákból, másoknak pedig eladják az oltóanyagot. Dánia a Pfizer-BioNTech oltóanyagból vásárol Romániától. A kormányfő szerint a vakcinát beszerzési áron értékesíti tovább Románia, ahogyan azt az uniós stratégiában megszabták. Romániában egyébként több tízezer adag AstraZeneca vakcinát semmisítenek meg a hónap végén, mert lejár a szavatossági idejük. Több országgal tartjuk a kapcsolatot, naponta keresnek meg a vakcina iránt érdeklődők. Az oltóanyag egy részét exportáljuk, adományozzuk vagy eladjuk. Mint tudják, Dániának nagyobb mennyiségű oltóanyagot adunk el, 1 millió dózist. Korábban az országos oltási kampány koordinátora azt mondta, olyannyira megcsapant a lakosság oltási kedve, hogy várhatóan 35 000 vakcinát kénytelenek megsemmisíteni, mert nem sikerült időben felhasználni.